Arra emlékszünk, amikor Egyiptomból Mózes kivezette a zsidókat, és 40 évig vándoroltak a sivatagba. A sivatagba volt egy szentély. Ez a szentély mobil szentély volt, miután vándoroltak a zsidók, és ebbe a mobil szentélybe bele volt helyezve a frigyláda, és benne pedig volt a 10 parancsolat. Egyszer az ép verzió, egyszer pedig az, amit Mózes összetört. Tehát 4 darab volt benne egészen pontosan, illetve még több, kis darab is. És ennek emlékére, a zsidók a sivatagi vándorlás emlékére parancsolatként egy hétig szokott ünnepekor, ugyanis ez egy egyhetes ünnep, sátorban kell lakni, illetve hogyha valakinek nincsen arra lehetősége, hogy sátorban lakjon egy egész héten át, hiszen ez a modern társadalomban valóban egy picit nehezen elképzelhető, azzal is tudja teljesíteni a parancsolatot, a micvát, hogyha egy napon vagy egy alkalommal a sátorban étkezik. A szukott ünnepének az nagyon különleges hangulatba kell, hogy teljen, ugye az van írva, mert a szokás az az, hogy ilyenkor 7 napig az emberek ugye vigadnak, mert ezek a jom szimha szénu, ugye ez man szimha szénu, ugye ezek a boldogság napja, az évnek a legboldogabb heteke, hogy legyen.